Történelmi győzelmet aratott az AfD, vagyis az Alternatíva Németországért párt, hiszen megnyerte a türingiai tartományi választásokat Németországban. Jó reggelt kívánok, ez itt már a Napindító, én Perjési Tamás vagyok, itt van már a stúdióban Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, valamint Árendás Péter külpolitikai szerkesztőnk is. Jó reggelt kívánok az uraknak! Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a nézőket, tanár úr, Tomi. Ezzel kezdünk, de aztán természetesen terítéken majd mindaz, ami még a hétvégén történt az elmúlt 72 órában az orosz-ukrán háborúban. De ahogyan említettem, tehát Türingiában győzött az AfD a német tartományi választásokon, a második helyen a CDU végzett, és a harmadik helyen pedig a Sarah Wagenknecht fémjelezte egyesülés. Aztán pedig, hogyha megnézzük a másik helyet, ahol a másik tartományt, ahol szintén választásokat tartottak, Szászországban a CDU győzött, éppen hogy de megelőzte az AfD-t, ott a második helyen zárt, tehát az Alternatíva Németországért párt, a harmadik helyen pedig szintén Sarah Wagenknecht végzett, ami pedig a kormánypártokat illeti, a szociáldemokraták alaposan leszerepeltek, egyik helyen csupán 6 mandátum jutott nekik, a másik helyen pedig csupán 10, és érdekes majd megnézni, hogy a többiekkel mi történt, a zöldekkel, vagy éppen a liberálisokkal, úgyhogy ezzel kezdünk most ezúttal. Ha megnézzük, akkor mik azok a legfontosabb következtetések így előjáróban, aztán szépen mindent górcső alá veszünk, amelyeket levonhatunk ezután a két választás után. Jó reggelt kívánok! 1932 óta először fordult elő Németországba, hogy demokratikus, szabad választásokon a szélsőjobb győzött. 2. Két tartományról van szó, két pici tartomány, 2,1 milliós lakossággal, de nagyon sok mindent jelez. Jelzi azt, hogy a Covid-ot rosszul kezelték. Jelzi azt, hogy a berlini koalícióval nincsenek az emberek kibékülve. Jelzik azt, hogy a liberális párt ezeken a területeken nem létezik. Hát a liberális párt 1,1 és 0,1%-ot kapott, tehát a durván fogalmazók nem mérhető, olyan rosszul szerepelt. A zöldek katasztrofálisan visszaestek. A kommunista utódpárt lement korábbi szavazatainak felére, harmadára. És teljesen új helyzet van. A Höcke Türingiába aratott, győzött. Ez semmit nem jelent. Ha megnézem az elmúlt éveket, jó pár olyan helyzet, hogy nem az első helyzet alakított kormányt. Lásd a lengyel választást, lásd a holland választást, lásd 1969 Németországot, ahol győzött a CDU-CSU, de nem abszolút többsége, és a második helyezett szociáldemokraták alakítottak kormányt a liberálisokkal. De hihetetlen sok tanulsága van ennek, nem véletlen az, hogy a német kancellár már összehívta a 3 párt megbeszélését, amikor látszott, hogy mind a 3 párt katasztrofális vereséget szenvedett el. Tanár úr, azért is fontos ez, mert bár 2 olyan tartományról van szó, ön is mondta, amelyek kicsinek minősülnek lakosság tekintetében is mindenképpen, de mégis előrevetíti azt, hogy azok a kormánypártok, az a 3 párt, amely 3 párt ezen a két választáson is megmérette, tehát katasztrofális módon szerepelt és lebőgtek. És hogy ön is mondta, az előrevetíti azt, hogy 1 év múlva ilyenkor országos választás lesz általános, és ha nem lesz változás, akkor ez a leképeződés a többi tartományra is kiterjedt, és országos szinten pedig egy katasztrofális bukása lehet a mostani zöldlámpás koalíció. A válasz az, hogy igen, de. Mi a de? Hát a nyugat-német tartományokban teljesen más a lakosság hozzáállása mindenben, mint az 5 kelet-német tartományban. 2. Szeptember 22, tehát 3 hét múlva harmadik választás lesz, harmadik tartományi Brandenburgban. Meglátjuk az ottani eredményt. Következő. Hát történt 1-2 dolog, amire nem figyelt oda a világ. A választások előtt néhány nappal a CDU elnöke Merz üzent. Azt üzente, hogy hozzanak létre a nagy koalíciót CDU és a szociáldemokraták. Nem lehet megcsinálni, annyira rosszul szerepeltek a szozdemek a 3 tartományba. Következő. Hát én tegnap 5:40-től, amióta a közvetítés volt a német két közszolgálati tévében, szokás szerint kapcsolgattam, hihetetlen érdekes mondatok hangzottak el. Hát a CDU, ahol győzött, tehát Szászországban azt mondta, hogy ő boldogan összefogna az AfD-vel, de Berlinben nem engedik. Na most azért ebből le kell vonni következtetéseket, meddig tűri a tartomány, hogy ne engedjék. Tudom, hogy nincs idő történelemre, de pár évvel ezelőtt Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU akkori elnöke ment el, hogy a kelet-német tartományokba befolyásolja a helyzetet, és nem tudta, és leegyszerűsítve belebukott, nem csak ebbe bukott bele. Tehát rendkívül érdekes az, amit ön mond, hogy jövő szeptember országos választások, mi fog történni. De nekem még egy volt, én néztem tegnap az összes párt összes vezetőinek nyilatkozatát. A Höcke kivételével, aki olyan, amilyen AfD türingiai vezetője, egyetlen karizmatikus politikus sem láttam. hát igen, hát ez történt, hát meglátjuk, hát holnap ülésezünk. Szóval nem láttam azt a pluszt, amit én egy tartományi miniszterelnöktől elvárnék. Ami érdekes lehet itt is, és itt ugye részben már érintettük, hogy ez a jobboldali összefogás, ez több helyen sem sikerült, vagy nem úgy sikerült, illetve hogyha egyáltalán nézünk választásokat például, akár Lengyelországban, ott is meg lehet nézni országos szinten, vagy tartomány szinten. Bocsánat, hogy válaszoljak, nagyon jó, amit mond. Lengyelország gyakorlatilag győzött a jobboldal, de az egyik párt, a Parasztpárt átállt a túloldalra, létrejött a kormány. Tudom, hogy nincs idő rá, de hát katasztrofális jelenleg a lengyel-ukrán viszony, mert a Parasztpárt elővez olyan kérdéseket, és mert válaszolni a Kuleba ukrán külügyminiszternek, aki azzal jött elő, hogy bizonyos lengyel területek, ősi ukrán területek, és nem mert válaszolni a Szikorszky, a lengyel külügyminiszter. Tehát önnek van igaza, a lengyel helyzet egy teljesen más jellegű, de ilyen értelemben ugyanaz, hogy győztes a vesztes. Igen, bocsánat. Vagy akár nézhetjük a hollandokat is, hogy hogyan tudott végül kormányt alakítani ott a győztes párt, és hogy ki az, aki bekerülhetett, vagy nem kerülhetett, miről kellett akár lemondania annak az erőnek, amelyik megnyerte a választásokat. Bocsánat, kérlek, megint isteni, amit mond. Itt van ez a hölgy, a Sarah Wagenknecht, aki iráni papa, német mama, aki a Linke kommunista csoportjának volt a vezetője, pártot hozott létre 8 hónappal ezelőtt, és kasszasikert aratott. Mit mond? Vonják ki az amerikai rakétákat a tartományokból. Érjen véget az orosz-ukrán háború. Na most nagyon csúnya lesz, amit mondok. A CDU fog 99% valószínűséggel mindkét tartományba kormányt alakítani. Kivel? A Linkével nem? Oké. Az AfD-vel nem? Oké. Kimarad Sarah Wagenknecht. Hogy fogják összehozni azokat az alapokat, ahol a CDU, a NATO nyugati orientáció híve, a Sarah Wagenknecht pedig egy teljesen más koncepciót mond, mert keletről a helyzet máshogy néz ki, mint pontból. Berlin már egy kicsit más kérdés. És ugye valóban a hollandoknál is Geert Wildersik, amit mondtak, és hogyan álltak az orosz-ukrán háborúhoz, persze, és miben kellett végül engedniük valóban ahhoz, hogy aztán kormányon legyenek. Na, ha így nézzük ezt az egészet, és most megnézzük valóban Türingiát és Szászországot, akkor ez alapján, amit mondott, akkor az AfD vélhetően végül akkor nem fog tudni, hiába nyert az egyik helyen, a másik helyen mondjuk második lett, koalícióval sem vezetni. Önnek igaza van, 2, tényleg második lett, de hát én néztem az eredményeket, 0-2, 0-3-mal volt lemaradva, és 2 nagy közvéleménykutató adatait közölt a német TV, és a 2 közvéleménykutató közt volt 2-3% különbség, ami nagyon sok. Végül is 1,1%-kal nyert a CDU, Szászországban, Türingiában kasszasikert ért el az AfD, de hát jelenleg minden párt elhatárolódott tőlük. Megint mondok valamit, ami rengeteg embernek nem fog tetszeni. Nyilván az AfD kap kormány alakítást, hiszen nyert. Egyetlen pártól tud összefogni a Sarah Wagenknecht-tel. Hogy ő hajlandó lesz erre, nem tudom megmondani, de akár igen, akár nem, annak rendkívül hosszú távú kihatásai lesznek a német belpolitikára. Tanár úr, tanulmányozza mindig ezeket a német politikai rendszereket, illetve pártokat és eseményeket. Az biztos, hogyha nyer egy párt, akkor nem fogja hagyni azt, pontosan azért, mert tanult már többek között mondjuk a lengyelországi esetből, ha van egy győzelem, azt nem fogjuk elkótyavetyélni, valamilyen megoldást kell, hogy találjanak, hiszen győztes pártról van szó. Mégis, hogyha potenciálisan nézzük, akkor kikkel állhatnak össze Szászországban, CDU esetében is, vagy pedig nézhetjük Türingiában is az AfD-t. Nagyon jó, hát jelenleg még egyszer Türingiában az AfD kormány megbizatást kap kormányalakításra. Csak a Sarah Wagenknecht jöhet szóba, mert az összes többével nincs többsége. Nagyon fura helyzet van. Csináljuk túloldalról, CDU nem foghat össze a Linkével, és nem foghat össze az AfD-vel. De hát a Sarah Wagenknecht baloldali, mint a Linke, vele összefoghat, és mivel a hölgy 10 és 20%-kal szerepelt nagyon jól mindkét tartományba, ezért valószínűleg kormányra fog kerülni, ami egy teljesen új helyzet. Tudom, hogy nincs idő. A Sarah Wagenknecht férje Németország egyik legismertebb politikusa volt, az Oskar Lafontaine, aki volt szociáldemokrata párt elnök, aki volt szárvidéki miniszterelnök, aki minden volt, hihetetlen volt, pénzügyminiszter, minden volt. De hát gyakorlatilag az AfD-nek ez egy kiútja van. Nem tudom, meg tudja győzni a Sarah Wagenknechtet, itt nyilván ez egy egyszemélyes párt, hát saját magáról nevezte el a szövetséget, ő dönt. A CDU-nak pedig a maradék pártokkal kell összeállni, ahol számára is kiesik a Linke. Tegnap este a német, azt hiszem 2-es csatornán, a ZDF-en az összes német párt illetékes vezetője leült és vitázott. egy. Nekem nagyon fura volt, hogy ordítottak egymásról. Én ezt Németországban nem szoktam meg. Kettő. Rendkívül érdekes volt, hogy mit vágtak egymás fejéhez. Gyakorlatilag elnézést. A liberális párt, amelyik 1% körül van, párt főtitkára egy arafiú. Az a zöld párt elnöke, ketten vannak, egy iráni fiú. A szaravágeknek félig iráni. Ezek nagyon furcsa kérdéseket vetnek föl. De tény az, hogy jelenleg Németországban minden csepp folyósá vált, és a gazdaság nem működik. Tehát a németeknek mint egy falat kenyére szükségük van az orosz-ukrán kibékülésre, amit ma az USA mai vezetése kőkeményen ellenez. A Trump tegnap újra kijelentette, hogy ha ő lesz elnök, egy telefonnal véget vet a háborúnak. Meglátjuk. Nagy politikát tekintve Berlinnél maradva viszont az, amit az Egyesült Államok eltervezés szeretne, az egyik sikerült végrehajtania, hiszen gyakorlatilag Brüsszelt felhasználva Berlinre is tudtak hagyni az amerikaiak, tehát tudtak hatni rájuk, és azt csinálják Berlinben is, mint amit az Egyesült Államokban akarnak. Talán pont ebből van elege többek között a németeknek. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ha egyszer megnézi az amerikai-német viszonyt 1945-től, az egy ilyen hullámzást mutat. Tehát van, hogy a lakosság imádja az amerikaiakat, van, hogy ellene van, újra mellette ellene. De egy dologról beszélni kell, az 5 kelet-német tartományban óriási a kiábrándultság. A német egység után 30-valahány évvel a lakosság még mindig vándorol át az NSZK-ba, régi NSZK-ba, tehát a régi tartományokba. Kettő. A vezetők döntő része nyugatról jött. Én most megengedhetem, hogy csúnyán fogalmazzak, a másodrangú emberek, aki a nyugati területen sikeres volt, nem fog átjönni ide. Az jött át, aki ott nem tudott nagy karriert csinálni. A kelet-német egyetemek nagy részén nyugat-német professzorok állnak. Ezek nagyon furcsa dolgokat vetnek föl. Életszínvonal. Messze le van maradva az 5 kelet-német tartomány. Északi áramlat 1-2 kiszenvedett többet. A kelet-német területek, hiszen odaérkezett volna meg az orosz csővezeték, és az egész most működésképtelen, ami óriási munkanélküliséget, egyebet jelent. Tehát nagyon nehéz, mert az 5 kelet-német és a 11 nyugat-német tartomány keményen szemben áll egymással sok mindenben. Még egyet engedjen meg, bocsánat, egy kérdést. Saga Wagenknecht mondta azt, hogy amennyiben kiderül, hogy Németországban a Scholz kabinet tudott arról, hogy fölrobbantják az északi áramlat 1 és 2-es vezetéket, abban az esetben Németország felelőssége megállapítható, abban a pillanatban le kell állítani Ukrajna támogatását. Ez megint csak egy elég erőteljes mondat, és az egész Kelet-Németországra, szinte valamennyi erősebb pártra, nem a kormánypártokra, de igaz. A válasz az, hogy egyet látni kell, nincs az a párt, amelyik el fogja ismerni, hogy ő tudott erről. Kettő. A valóságban sem biztos, hogy tudtak róla. Három. A Scholz egy gazdasági szakértő, és nem egy külpolitikai zseni. Tehát ezeket látni kell. A következő. Nyilvánvaló az, hogy kik robbantatták föl az északi áramlat 1-2-t. Ettől kezdve Európa ráutalódott az amerikai pallagázra, óriási üzlet az USA-nak, kiközvetít von der Leyen, erre most nem menjünk bele. Én döbbenten néztem azt, hogy elkezdődik a orosz-ukrán háború 2 évvel ezelőtt februárban. Mit csinál von der Leyen 1 hónappal a háború előtt? 100 januárban 120 hajónyi pallagázt rendel az USA-tól. Honnan tudta, hogy kell? Tudom, hogy a hölgy zseni, de hát azért ennek is vannak határai. Tehát rengeteg a kérdőjel, a Sarah Wagenknecht pedig, amit kimondott, az az átlag kelet-német kérdése, és ezekért kapott ő 10 és 20% közt a 2 tartományba. Ami már itt szóba került egyrészt az, hogy a Covid-ot hogyan kezelte a kormány, ennek köszönhető a többi között az, hogy nagyjából buktak a kormánypártok. A másik ugye a gazdasági helyzet, amit említett. De itt vannak még például a migrációval kapcsolatos kérdések, és ezzel párhuzamosan ugye a kitoloncolások kérdése, mert hogy nemrég például, ami történt Zollingenben, ugye a késes támadás, az is tulajdonképpen ide vezethető vissza. És az az erő például, amelyik most jól szerepelt, az AfD, az erőteljesen ellenzi a migráció kérdéskörét. Hogyha így nézzük, és egyébként itt megint csak lehet hozni akár a holland példát, hogy ott milyen jól szerepelt az a párt, amelyik lényegében migráció ellenes. Szóval ilyen szempontból milyen tanulságokat lehet levonni az eredményekből? Nagyon csúnya leszek. A német társadalomnak elege van a migrációból. Miért? Mert nem azt hozta, amit vártak. Mit vártak? Fiatal, tehetséges, képzett, nyelvet tudó, diplomás vagy szakmunkás fiatal jöjjön be. Fiatal, képzetlen, egyedülálló férfiak jöttek, nyelvtudás nélkül, szakma nélkül, mindenfajta képzettség nélkül. Nekem nagyon érdekes volt a tegnap esti pártvezetői vita, ahol a CDU főtitkár azt mondta, hogy a német társadalomnak, a német gazdaságnak szüksége van pótlólagos munkaerőre. Igen. én teszem hozzá, de nem ezekre. Ez szörnyű. Merényletek. Hát ha megnézi, az elmúlt napokban tömegével voltak merényletek, és a német átlagember kapkodta a fejét. Nem számolt ezzel. Tehát nem számolt azzal, hogy 2015-nek, hogy a határokat megnyitjuk, ilyen hatásai lesznek. Na most ettől kezdve az AfD az a párt, amelyik első pillanattól azt mondja, hogy nekem migráns nem kell. Mit mond a CDU, hogy illegális bevándorló nem, de szervezett akció igen, de tessék mondani, hogy szervezettel jönnek be a migránsok, nem. Illegálisan jönnek be Németországba. Hát Dániába tavaly bement 2000-valahány száz migráns, Németországba bement, fejből mondom, nem pontos, 350-valahány ezer migráns. Miért? Mert Dánia azt mondta, aki bejön, holnap reggeltől dolgozik. Nem érdekel, hogy mit mond, dolgozik, vagy röpül. Nekem nagyon érdekes volt, hogy bemutatták azt, hogy van olyan szomáliai hölgy, aki ahogy bement 10 éve, azóta takarítónő, és a dánok elfogadják. Németországba, aki bejön, a jelentős rész a szociális rendszerből akar jól megélni munkanélkül. Ezt az AfD elmondta, ez a kelet-német lakosságra kőkeményen hatott. De érdekes az, hogy a CDU volt az annak idén a Merkel korszakban, amikor mondták a Willkommenskultúr meghirdetésével, tehát a Kereszténydemokrata Unió, amely tártkarokkal és tártkapukkal várta a migránsokat. Tehát ilyen szempontból ez nem róható most papíron föl a szociáldemokratáknak vagy a zöldeknek, mert ők inkább megörökölték azt a helyzetet, amit Merkel kezdett el. Igen, csak a Merkel kormányban 16 évből 12 a szociáldemokratákkal volt. Kiváló személyi kapcsolatok voltak például Merkel és Frank-Walter Steinmeier között. A zöldek soha nem játszottak nagy szerepet, a zöldek most jöttek föl, és ahogy látom, mennek szépen visszafelé. Nekem rendkívül érdekes volt, hogy tegnap este a CSU, tehát a bajor kormánypárt, kőkeményen ellenségként a zöldeket jelölte meg, és ezen belül a Habeket, mint minden idők legalkalmatlanabb gazdasági miniszterét. Na most ez igaz vagy nem, az egy más kérdés, egy választási harc kellős közepén vagyunk. De hihetetlen érdekes, hogy kikit jelöl meg ellenségnek, és a CDU-CSU bejelentette, hogy bármire hajlandó jövőre, kivéve összefogni a zöldekkel. Na most, ha megint azt veszem, hogy a AfD-vel nem fogok össze, a zöldekkel nem fogok össze, és a szószemekkel sem fogok össze, akkor nincs német kormány. Tehát nagyon érdekes lesz a jövő évi választás, de attól messze vagyunk. Most a kérdés az, hogy ebben a két tartományban milyen kormány lesz. A következő kérdés az, hogy mi fog történni szeptember 22-én Brandenburgba, ott milyen kormány lesz, és utána jön a fölkészülés jövő év szeptemberében az országos választásra. Ha megnézzük azt, hogy hogyan élhet valaki meg a szociális ellátórendszerből, illetve hogyha mondjuk elkezd akár takarítóként dolgozni, megnézve, hogy mondjuk a legalacsonyabb bérek azok ilyennek számítanak, és hogy mi az, amit ki lehet szedni a szociális ellátórendszerből, akkor mit látunk ezek? Mennyire vannak közel egymáshoz? Melyik az, hogy nem érdemes dolgozni, bocsánatot kérek, aztán más, ha ő idegsebész professzor, mert akkor egy picit más a jövedelme, én ilyet még a migránsok közt nem láttam. Rengetegen jöttek azzal, hogy ők orvosok, kiderült, hogy 4 általánost végeztek Szíriába, tehát ezek ilyen elég alacsony szintű orvosok, de a valóságban a szociális ellátórendszerből jobban megélek, mint ha elmegyek dolgozni. Na most ettől kezdve elnézést kérek, nyilvánvaló, hogy van annyi esze, hogy ezt a rendszert kihasználja. A dánoknál ezt a rendszert nem tudja kihasználni, mert ilyen nem létezik. Tehát ma Németországban a rendszer rossz. Nekem nagyon érdekes volt. Most mondták először azt, hogy visszaküldjük a bűnözőket Szíriába, Afganisztánba. Mit mondott a AfD? Nem szabad több embert beengedni Afganisztánból és Szíriából. Ettől kezdve a migráns azt fogja mondani, hogy Irakba jött. Tehát elképesztő, a német társadalomban olyan lukak vannak, amit nyilvánvalóan a csempészbandák és a migránsok kihasználnak. De érdekes, amit most mondott, mert hogy ő ki lehet kerülni a Németországban gyakorlatilag a jogi kiskapukon keresztül az, hogy visszaküldjék, visszatoloncoljanak migránsokat. Ezt ki is használják, akár csak azt, amit ön is mondott, hogy mondjuk segélyből megélni, vagy a legalacsonyabb fizetés között nagyon minimális a különbség. Nem éri meg, bocsánat, ilyen csúnyát mondok, mert nem így gondolkodom, de nem éri meg elmenni dolgozni, hiszen a segélyből gyakorlatilag ugyanazt az összeget hozom ki, mint ha el kell menjek dolgozni, mondja ezt mondjuk egy menekült, és a másik az, amit mondtam, hogy nehéz őket kitoloncolni, bármire hivatkozhat. Szinte. Elnézést, sajnos önnek van igaza. Kitoloncolás. A jelenlegi összefoglaló adatok szerint, akiket ki kéne toloncolni, kb. 5%-át tudták kitoloncolni, a többi alámerült. Na most nekem nagyon fura volt ez a szolingeni fiú is. Egyszer megnézték, nem találták a szállásán, tehát békén hagyták. Hogy működhet így egy belügyi rendszer? Tehát nekem fölfoghatatlan. A német társadalom azt mondja, hogy most már elég volt. Ehhez el kellett tenni 9 évnek 2015 óta, de most már elég volt. Persze, amikor keresik, nem veszi át az ajánlott levelet, ha a rendőr becsönget, akkor nincs otthon, és marad tovább, és dolgozik feketén, vagy nem dolgozik, és kábítószert árul, bármit csinál. Igen. És fél év után ez a rendszer gyakorlatilag újra kezdődik, mert hogy megszűnik, ilyenkor utána fél év múlva megint megszűnik, ez egy soha véget nem értő, egy saját farkába harapó kígyó. Persze, de van egy rosszabb változata, amíg a tartományok informatikai rendszere nem volt összekötve, volt olyan migráns, aki 10-valahány tartományban lejelentkezett, és fölvette a szociális ellátást, és röhögött, mert jobban élt, mint egy német vezérigazgató. Mindezek után akkor ugye nehéz jósolni a jövőre való tekintettel, de mégis próbáljunk, még van 2 percünk, és akkor ebben a blogban végig csak ezzel foglalkozunk Németországgal, és utána majd érkezik az, hogy mi minden történt át az orosz-ukrán háborúban. Hogyha már egy kicsit az országos választásokra tekintünk előre, igen, akkor mi az, amit le lehet vonni, hogy ki hogyan szerepelhet majd vélhetően most már országos szinten, és ki kivel alakíthat majd akár kormány. De most megnéztük, hogy persze mi lesz Szászországban, meg Türingiában, tekintve, hogy látjuk a végeredményt. Országos szinten szörnyű nehéz. A mai tudásunk szerint országosan nyerni fog a CDU-CSU. A legutolsó választásoknál azért 1 százalékponttal kapott többet az SPD, mint a CDU-CSU, tehát ez érdekes. Második. Van egy nagyon fura dolog, amiről egyszer beszélni kéne, hogy a CSU csak bajorpárt. Ha ő nem érje el országos szinten az 5%-ot, elvileg nem kerül be a parlamentbe, a Bundestagba. Akkor igen, ha direkt mandátumokat fog szerezni, tehát ilyen probléma nem lesz. CDU-CSU kivel nem hajlandó együttműködni? AfD-vel, Linkével? Hát én jelezni szeretném, hogy Sarvagenknek baloldali, mint a Linke. Tehát országos szinten ez egy rendkívül érdekes kérdés lesz, tartományi szinten minden más. SPD darabjaira hullott. Van egy éve, kicsi az esélye, hogy összeszedi magát. Az SPD élén, aki igazán tehetséges, az a főtitkár, egy érettségizett fiú, Kühnert, ő nincs diplomája, de ettől még tényleg tehetséges. A párt 2 elnöke, nem mondok róluk véleményt, főleg a hölgyről nem, mert nem hiszem, hogy egy szellemi Nobel-díjnál szóba jöhetne. Gyakorlatilag a CDU-CSU-nak valakivel össze kell fogni. A Merz javaslata az, hogy az SPD-vel igen, de ez egy erős SPD kell. Az SPD azt mondta, hogy annyiszor ledarálták őt Merkel alatt, amikor mindig a CDU-CSU volt erősebb, hogy több nagy koalíció nincs. Oké, de akkor nincs német kormány jövő szeptembertől. Tehát nagyon érdekes lesz, ha nekem ma kéne jósolni, mert azt mondom, hogy CDU-CSU-SPD összefogás, és ha ez kevés a többséghez, akkor egy kis párttal összefogni, ez lehet a Sarvagenknek, lehet a liberális párt, ha bekerül a kormányba, de a liberális párt történelme folyamán annyiszor kiugrott, annyiszor átállt a túloldalra, ezt azért a német politikai elit tudja. Köszönjük szépen egyelőre Nógrádi Györgynek, hamarosan folytatjuk tehát a napindítót, és megnézzük, hogy mi minden történt az elmúlt 72 órában az orosz-ukrán háborúban, és maradjanak velünk továbbra is. Ez itt továbbra is a napindító, megnéztük tehát, hogy mi minden történt Németországban a hétvégén, hogyan zajlottak a tartományi választások, no, de hogy mi minden volt az elmúlt 72 órában az orosz-ukrán háborúban, fordulok is Péterhez. Én pedig mindjárt a kedves nézőköz, de még egy kérdést szeretnék tanár úrnak föltenni a németországi választással kapcsolatban. Igen. Ez még kimaradt. Ez a 2 tartományi választás és ennek az eredménye. Igen. Indíthat el dominó effektust? Nem. Nem, ugyanis a tartományok tényleg önállók. Amikor létrejön a Németországi Szövetségi Köztársaság 49-ben, az angol minta alapján jön létre, tehát egy decentralizált Németországról van szó. A cél az, hogy még egyszer ne következhessen be az a Weimári Köztársaság csődtömege, a hitleri fasiszta politika és a többi. Tehát ez láncreakciót nem, de azt igen, hogy megrengeti a berlini kormányt, azt igen, hogy a CDU úgy érzi, hogy miután valószínűleg mindkét tartományban ő fogja adni a tartományi miniszterelnököt, pozíciói javulnak Berlinbe, tehát rengeteg hatása lesz, de földrengés nem. És akkor még egy dolog, és aztán rátérünk az ukrán háborúra, de ez mégis arra sarkalja a CDU-t is, a CSU-t is, nyilván az AfD-t is, és a kormánypártokat is, hogy valamin muszáj változtatni. Persze, csak itt van egy probléma, min változtatok? Mit változtat az, hogy 16 évet a CDU volt kormányon, most 4 éve ellenzékben van. Az SPD 4 éve kancellárt ad, és képtelen ezt kihasználni, hát elnézést kérek. Németország első kancellárja egy Konrad Adenauer nevű öreg bácsi, aki fantasztikus sikerek sikereket ér el. A második kancellár rövidítő után megbukik az Erhard, aki egy gazdasági zseni. Utána jön a Kurt Georg Kiesinger, aki megbukik. De hát utána olyan nagynevű kancellárok jönnek, mint Willy Brandt, mint Helmut Schmidt, mint Helmut Kohl. Hol vannak ma ezek a nevek? Tehát a CDU-ba ki lesz a kancellár jelölt? A Wüst, akit nem fogadnak el télen, aki Észak-Rajna-Vesztfália miniszter, tartományi miniszterelnöke, a Merz, aki 70 éves és tele van belső problémákkal, az a Söder, aki egy hihetetlen furcsa színjátékot játszik a hallgatóság felé. A szociáldemokratáknál nincs ember, akit lehetne jelölni, a Scholz rendkívül szürke. Tehát én azt látom, hogy a német politikából kiestek a karizmatikus egyéniségek. Köszönöm. Most pedig akkor fordulok a kedves nézőköz, és az elmúlt pénteki, szombat, illetve vasárnapi eseményeket vennénk górcsőlem, az orosz-ukrán háborút illeti. A pénteki nappal kezdeném, ahol célzott rakét és dróncsapásokat mért Oroszország ukrán stratégiai célpontokra. Kijev közlése szerint több civil is életét vesztette, Moszkva ezt tagadta. Eközben elfoglalt az orosz hadsereg a Donetszki régióban két olyan települést is, ami stratégiai szempontból fontos az ukrán utánpótlás tekintetében, Harkov megyében. Az orosz tárca szerint az orosz hadsereg az elmúlt hét folyamán, ez alatt értem egészen az augusztus 24-től datálható hetet, nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal 14 csoportos csapás mért az ukrán energetikai létesítményekre, repterekre, üzemanyag és fegyverraktárakra, dróngyártó műhelyekre, személyzet nélkül hajók tárolóhelyére, valamint az ukrán erők és külföldi zsoldosok ideiglenes telepítési pontjaira. 24 és 30-a között ebben az időszakban 17 000 főben adta meg az orosz tárca az ukránok veszteségét a különleges hadművelet övezetében. Az elesett és a súlyosan sebesült katonákra gondol e tekintetben Moszkva. Az Európai Uniós tagállamok, ezt részben már beszéltük, külügyi és védelmi miniszteri szinten is tanácskoztak, informális ülést tartottak Brüsszelben a múlt hét végén. Azt vitatták meg többek között, és ez volt az unió célja, hogy kiképzési misszió, ami Ukránát illeti. A cél az, hogy további 60 000 ukrán katonát lehessen kiképezni. Ez a háborús hisztéria folytatódott aztán a csütörtök után pénteken is, és egymás után jelentették be a különböző miniszterek, hogy országuk támogatja azt, hogy Ukrajna nagy hatótávolságú fegyvereket is bevessen, és mélyen Oroszország szívére mérhessen csapásokat. Ezt szinte majdnem minden miniszter elmondta, kivételt képez többek között a magyar külgazdaság és külügyminiszter. Elutasítja ugyanakkor Olaszország, hogy Ukrajna orosz területen használja nyugattól kapott fegyvereket, ezt már Antonio Tajani mondta, az olasz külügyminiszter, aki úgy fogalmazott, hogy Ukrajnával vagyunk feltételek nélkül, de nem állunk háborúban Oroszországgal, és nem fogjuk engedni, hogy olasz fegyverekkel orosz célpontokra mérnek csapást az ukránok. Megvannak még a lehetőségek Ukrajna hatékonyabb támogatására, az Oroszország elleni szankciók megerősítésére és az orosz ipari háborút támogató képességek meggyengítésére. Ezt már a cseh államfő mondta a pénteki nap folyamán. Petro Pável ugyanakkor igyekezett hozzátenni rögtön azt is, hogy elhúzódó konfliktussal kell számolni Ukrajnában, annak kimenetele pedig szerinte megjósolhatatlan. A cseh külügyminiszter egyébként ezt követően pedig bejelentette, hogy Csehország, tehát Prága és sem korlátozza az Ukrajna által Ukrajna küldött nyugati fegyvereknek a felhasználását oroszországi célpontok ellen. Még egy érdekesség a pénteki napra, az ukrán légierő parancsnoka mondta azt még pénteken, hogy amerikai szakértők bevonásával vizsgálják, hogy hogyan zuhanhatott le egy héttel ezt megelőzően az orosz légicsapás sorozat közepette egy F-16-os vadászgép az egyik legjobb ukrán pilótával. Oleksij Mesz vezette azt az F-16-ost, aki aztán életét vesztette, és a repülőgép az lezuhant. Nem sokkal később, amint azt bejelentette az ukrán elnök, menesztette a légierőnek a parancsnokát, valószínűleg nem tetszett neki ez sem, illetve az sem, ahogy nem tudja elviselni Ukrajna azt nyilván, hogy egy frissen kapott új fegyvert azt így elveszítsen F-16-os tekintetében az ország. És akkor még egy érdekesség, ez már az energetikára vonatkozik. Ukrajna a szerződések lejártáig maradéktalanul teljesíteni fogja az orosz kőolaj Európába történő tranzitját, az arra vonatkozó kötelezettségeket. Ezt mondta Mihály Podolják, aki egyébként ukrán elnökiroda tanácsadója, de helyesbítette önmagát, mert korábban erről még nem volt szó. Ez azért óriási vihart kavart az elmúlt hetekben. Meglátjuk, hogy ebből pontosan mi lesz, mert egészen mondhatni, nincs köszönő viszonyban se az, mint Podoljak mondott, se pedig azok a sajtóhírek, amelyeket az elmúlt bő két hétben hallhattunk. Ami a szombati napot illeti, orosz csapatok elfoglalták a Donetszki régióban található Kiruvó települést. Most a közlése szerint a különböző frontszakaszon egyetlen egy nap alatt az ukrán hadsereg 2400 katonája esett el, vagy sebesült meg súlyosan. Közülük mintegy 400-an a Kurszban harcoló ukrán alakulatokból vesztették életüket, vagy sebesültek meg. 5 civil életét vesztette, 46-an pedig megsebesültek szombaton a délnyugat-oroszországi Belgorod városát ért ukrán légitámadásban, közölte helyi kormányzó, és irányított légibomba csapódott be a kelet-ukrajnai Harkov nagyváros egyik 12 szintes lakóházába, a legfrissebb jelentések szerint 7 civil vesztette életét. Moszkva ezt ugyanakkor nem kommentálta. Azt már annál inkább, hogy Burkina Faszóban állomásozó orosz zsoldosok távoztak a nyugat-afrikai országból, pontosan az, hogy Kurszba menjenek és a kurszki területeket védelmezzék az ukrán erőkkel szemben. A Medve nevű dandár parancsnoka pedig megerősítette, hogy a legénységi része már Oroszországban tartózkodik, és felvette a harcot az ukránokkal. És az oroszországi Kurszknál, hogyha tartunk már, a kurszki területe történt ukrán behatolás legitim, legalábbis ezt mondta a NATO-nak a főtitkára. Jens Stoltenberg először nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy Kurszkba betörtek volna az ukránok. Tehát ezt mondta a NATO főtitkár, csatlakozott azon népes országok sorához, amelyek továbbra is nem elítélik, hanem támogatják ezt a fajta ukrán akciót. Ami a vasárnapot illeti, Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök arra kért az Egyesült Államokat, hogy engedélyezze Kijev számára, hogy mélyebb csapásokat hajtsanak végre Oroszország területén. Ezt a egyik legerősebb hír a hétvégét illetően, de tanár úrral megbeszéljük majd ezt. Miután ukrán képviselők, magasrangú képviselők, amerikai tisztviselőkkel tanácskoztak Washingtonban a hétvégén. Washington egyébként 2022 óta több mint 50 milliárd dollár értékben nyújtott eddig katonai segélyt Ukrajnának, de a fegyverek használatát illetően ukrán területekre korlátozták azt, és védelmi célokra felhasználására oroszországi célpontokat elvileg nem támadhatnak hivatalosan az ukránok. Azt is tudjuk, hogy ez nem így van, mert az oroszok bejelentették, hogy nem egy ukrán használt, több esetben amerikai fegyvert Oroszország ellen. És akkor még orosz hír, Vimkai Psztitse település foglalták el vasárnap az oroszok a Donetszki régióban, az orosz védelmi tárca közölte ezt, miközben ukrán dróntámadás ért több orosz régiót, köztük a moszkvait is, ezeket viszont elhárította az orosz légvédelem. A moszkvai katonai tárca szerint az orosz hadsereg 6 ukrajnai frontszakaszon közül 4-en nyomult előre, miközben itt 16, az oroszországi Kurszk megyében pedig 6 ukrán támadást vert vissza. A moszkvai összesítés szerint a különleges hadművelet övezetében elesett vagy súlyosan megsebesült ukrán katonák számát 1900 főben adták meg egy nap alatt, Kurszk körzetében az elszenvedett ukrán veszteség pedig mintegy 360 fő Moszkva közlése szerint. És akkor elismerte egyébként azt Oleksandr Szirszkij, az ukrán hadsereg főparancsnak, hogy rendkívül nehéz a helyzet az Ukrajna ellen orosz háború főtérségében, Kelet-Ukrajnában, de kijevi részről minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy győzni tudjanak. Tanár úrhoz fordulok, és akkor először kérem egészítse ki reagáljon, aztán pedig megkérdezem a Zelenszkij féle kérdést. 6 szót írtam föl. 1. Orosz-ukrán háború. Fordulópont november 5. Ha Trump győz, abban a pillanatban egy teljesen új helyzet lesz, talán lehet majd erről beszélni. Ha Kamala Harris győz, akkor a demokrata politika folytatódik nyilvánvalóan teljesen komoly hangsúlyeltolódásokkal. A második megjegyzés, hogy ukránok naponta közé teszik a veszteséglistát, most 620 000 orosz halottról, sebesültről beszélnek, maradjunk abban, hogy enyhén szólva eltúlzott adat. A harmadik a fegyverek felhasználása. USA nem engedélyezte. Tehát eddig az USA nem engedélyezte, hogy orosz belső területekre csapást mérjenek. A svédek, a hollandokat se engedélyezték, és a ukránok most mennek a európai 3 központban, Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, hogy engedélyezzék. F-16, óriási a botrány, ugyanis 3 lehetőséget mondtak, egyikben sincs benne, hogy a oroszok lőtték le, az egyik az, hogy pilótahiba, a másik az, hogy műszakiba, a harmadik az, hogy egy amerikai rakéta lőtt el az F-16-os, tehát ebből elég nagy botrány van, meglátjuk a folytatás. Burkina Faso. Nekem rendkívül tetszik, mert lánykori neve Felső volt, és a Burkina Faso, ha magyarul mondom, igaz emberek földje. Amióta az ország fölvette az igaz emberek földje kifejezést, azóta polgárháború van. Itt a Wagner csoport állomásozik, tehát nyilván a Wagner az, amiket most átdobnak a kurszki térségbe, és utolsónak fölírtam a kurszki pozíciókat. Szörnyű nehéz, mert gyakorlatilag az összes nyugati komolyabb szakértő azt mondja, hogy a ukránok itt elakadtak, nem tudnak tovább menni, nincs megfelelő személytartalékuk, nagyon sok egyéb, meglátjuk, hogy mi lesz. Tény az, hogy a oroszok a Donetsk térségébe, Donbass térségében mennek előre. Kurksznál óriási meglepetés volt az ukrán támadás, meglátjuk, hogy mi lesz a következménye. Köszönöm szépen. És akkor bocsánat, csak még azt szerettem volna kérdezni, újabb fegyverek, nyugati fegyverek bevetése mélyen oroszországi célpontok ellen. Ez a legújabb kérés, nem új, de hangzatos kérés Zelenszkij részéről. Gyakorlatilag azt látom, hogy a háborút eszkalálják a zelenszkijek. E következő lépés az, hogy támadjanak orosz mélységi célpontokat. Oké, mi lesz a válasz? Orosz mélységi csapások. Rendkívül sok célpont lehet, én nem akarok a Putyinnak tanácsokat adni, nem is szorul rá. De ebben a percben ez a háború eszkalálódik. Mi a következő ukrán cél? Hogy támadják a orosz kézen lévő atomerőműveket. Ennek katasztrofális hatása lesz részint a lakosságra, részint olyan orosz ellencsapás lesz, amit ma elképzelni sem tudunk. Tehát a Zelenszkij pozíciója az, hogy bármi történjék, a nyugat adjon pénzt, fegyvert, és folytatódjék a háború, amíg a Donbaszt felszabadítjuk, ez nem fog bekövetkezni, és amíg a Krím ukrán lesz, ennek sincs a legkisebb realitása sem. Innen folytatjuk mindjárt Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel, aki még marad velünk, aztán pedig elmondja majd a legfrissebbeket Kárpátaljáról tudósítónk Dunda György, aki több dologról is fog beszélni. Egyrészt kezdődik a tanév Ukrajnában, és elmondja, hogy milyen az iskola kezdés ezúttal. Maradjanak velünk továbbra is. Ez itt továbbra is a napindító, és itt van Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, valamint Árendes Péter külpolitikai szerkesztőnk, és ott tartottunk, hogy nagy hatótávolságú fegyverek engedélyezése Ukrajna számára orosz területek ellen, és hogy jön egy olyan kör, hogy Németország, Franciaország, Nagy-Britannia az ukránok számára. Ön mire számít, mennyire lesz sikeres ez a kör Ukrajna szempontjából, mi történik majd? Gyakorlatilag Európa három kulcsországáról van szó. Egyről beszéltek előbb Olaszországról, olaszok kerekperezbe jelentették, hogy olasz fegyvert orosz célpontok ellen, orosz területen bevetni nem engedik. Elmondták ugyanazt az érvet, amit a magyar kormány. Három ország. Mi a francia dilemma? Nincs kormány. Nyilván a Macron mindent úgy csinál, hogy valahogy kormány létrejöjjön. Ennek rendel alá minden, többek között ezt a kérdést is, messze van Oroszországtól, tehát a mozgástere viszonylag nagy, meglátjuk, hogy hogy dönt Nagy-Britannia. A brit politika hagyományosan orosz ellenes. Itt nagy változás nincs azon, hogy konzervatív vagy munkáspárti kormány van, fegyvereket szállítják továbbra is, de ha engedélyezik azt, hogy ezeket a fegyvereket orosz mélységi célpontok ellen bevessék, ennek hatása lesz a háború után is a brit-orosz kapcsolatokra. Most Nagy-Britannia abszolút megy, rohan USA felé, és próbál vele úgy együttműködni, hogy bevegyék az amerikai államok szervezetének működési rendszerében. Nagyon nehéz kérdés Németország. A német kormány nyilvánvalóan a tegnapi választási vereségek megviselték. Eddig a német kormány ellenállt az AfD-nek, ellenállt a CDU-CSU-nak, hogy a Taurus rakétákat tud adni. Ezek után nem meggyőződésem, hogy odaadják, mert látják azt, hogy főleg a kelet-német lakosság nem akarja az orosz ellenes érzést növelni. Tehát mind a három országban se folyos a helyzet, az ukránok nyomulnak, az ukránok követelnek, meglátjuk, hogy ebből mi fog kisülni. Tanár úr, fél percünk van még, tisztelettel kérem, ehhez mértem válaszoljon. Berlin esetében, London esetében és Párizs esetében is, bocsánat, közben szóltak föl, másfél percünk, vagy hogy lehet hosszabb majd az a válaszadás. Igen. Tehát Berlin, London, Párizs esetében mi lesz a végső döntő érv, hogy engedélyezik ezeket a fegyvereket bevetni orosz célpontok ellen, vagy pedig nem? Berlin esetében a kérdés az, hogy átadják-e a Taurus rakétákat. Amíg a német kormánynak van mozgástere, addig erre a válasz az lesz, hogy nem. De a német kormányon belül a liberálisok, akik most 1% körül szerepeltek, tehát a szerepük kelet-német területen nulla, ők akarják a fegyverek bevetését. London. Olyan stabil munkáspárti többség van, hogy azt csinálnak, amit akarnak, konzultálnak Washingtonnal, de Washington sem engedte, hogy az amerikai fegyvereket felhasználják, tehát ők kapnak egy megerősítést Washingtonból, és egy óriási nyomás Zelenszkij részéről. Párizs. Macron nem tud kormányt alakítani, a három politikai erő mindegyike egyharmad körül van, és nincs abban a helyzetben, hogy egyedül kormányt alakítson. Nyilván a francia jobboldal szeretné a fegyvereket átadni, a francia baloldal ez ellen van, a Le Pen ez ellen van, tehát ebben a kérdésben nagyon nehéz lesz a Macroni döntés, az eljövendő heteket meglátjuk, de itt mindennek az alapja november 5, ha Trump bejön, akkor fölhívja Putyint, ha a demokraták maradnak, akkor megint új helyzet van. Nóra Régyes, köszönjük szépen, ma is visszavárjuk majd ide. Nagyon szépen köszönjük. Kapcsolunk Kárpátaljára, tudósítónkhoz, Dunda Györgyhöz. Szervusz, jó reggelt kívánok! Az ukrán hadseregről beszéltünk ma, hogy egyáltalán például Kurszkban milyen erőket sikerült mozgósítani, és egyáltalán hogyan sikerült megvetni a lábát az ukrán hadseregnek. Annak az ukrán hadseregnek egyébként, amelynek túl magas az átlag életkora. Ez egy új, friss felmérés vagy kimutatás. Ez mit jelent egészen konkrétan, és ebből milyen következtetéseket vannak le ott Ukrajnában? Jó reggelt kívánok mindenkinek! Igen, ez valóban így van, sokan panaszkodnak, katonai szakértők arra térnek ki, hogy nagyon nem jó az, hogy ennyire idős, átlag életkor tekintve ennyire idős az ukrán hadsereg, mert értelemszerűen sokkal nehezebben tud harcolni. Volt egy fölmérés, ami kimutatta, hogy a háború elején azok, akik a frontvonalban voltak, azoknak az átlag életkora 30 év körül mozgott, most pedig ez az arány 48 év. De ennek az a magyarázata, hogy akik önként jelentkeztek a háború elején, jellemzően ők fiatalabbak voltak, 20-as, 30-as éveiben jártak, most önként gyakorlatilag Ukrajnában már senki nem jelentkezik a seregbe, akit pedig az utcán, illetve a mozgósítás során ilyen-olyan módon sorozásra tudnak bírni. Hát azok inkább jócskán elmúltak már 40, de sőt inkább 50 évesek is, és hát az ő egészségi állapotuk sem engedi meg, hogy igazán hatékony katonák tudjanak lenni. Egyébként ennek kapcsán benyújtottak az államfő honlapján egy elektronikus petíciót, ami szerint 60-ról 50 évre szeretnék, ha 50 évre csökkentenék a mozgósítás felső korhatárát. Nagyon gyorsan elérte a kellő számú 25 000 támogatói aláírást ez a petíció, úgyhogy a kérdéssel érdemben kell Volodymyr Zelenszky államfőnek foglalkozni. Az egyik indoklás, az egyik magyarázat az, azon túl, hogy a 50 éven túli katonák nem kellően hatékonyak, nem kellően motiváltak a harctéren, a másik pedig az, hogy sokkal nagyobb haszon lehetne belőlük, ha az ukrán gazdaság fellendítésén dolgoznának, hiszen most ugye sokan bujkálnak, sokan feketén dolgoznak, hogy ne legyenek a hatóságok szem előtt, és emiatt az állam értelemszerűen nagyon komoly adóbevételektől, járulékoktól esik el. Viszont ott van a dolognak ugye a másik része, hogy sokan pedig azzal érvelnek, hogy már pedig 25-ről most már ne vigyék lejjebb a mozgósítás alsó korhatárát, mert folyamatosan szó van arról, hogy ez csökkenhet akár 20 éves korra, mert sokan azzal érvelnek, hogy hát a fiatalabbak legalább maradjanak életben, az ukrán nemzetnek legyen jövője, és ha már katonának kell menni, hát akkor inkább az idősebbeket vigyék el, úgyhogy erősen megoszlanak itt a vélemények, de az tény, hogy a 40 pluszos katonák bizony nem tudnak úgy helytállni a fronton, ahogy parancsnokaikat szeretnék. Jó reggelt kívánok, köszöntelek én is, Gyuri. Szomorú hírekhez is, és nyilván van egy nehézségem, az iskolakezdést is illeti, mert hogy Kárpátalján is és Ukrajna szerte több helyen megkezdődött a tanítás. Erről mik a legfrissebb információk a háború kellős közepette? Igen, így van, hát Kárpátalján szerencsés körülmények között jelenléti oktatás mellett zajlik a tanítás, ma becsengetnek, elkezdődik a tanítás. Nem így van ez Ukrajna szerte, Kijevbe ugye ismét egy nagyobb rakéta özön volt a hajnali órákban, ballisztikus rakétákkal támadták a fővárost, ott ünnepségek, tanévnyitó ünnepségek is értelemszerűen emiatt elmaradnak, illetve hát vannak olyan helyek, például Harkivban, ahol sokszor föld alatti bunkerekben, metróban, illetve föld alatt építenek iskolákat, hogy jelenléti oktatást legyen, ne pedig csak online tanuljanak a gyerekek, de az Kárpátalján, Kijevvel és Harkiv városában is egyaránt közös, hogy amikor megszólalnak a légiszirénák, akkor a gyerekeknek óvóhelyre kell sietniük. Többnyire ez az iskolában van kialakítva, sőt van egy új törvényi rendelkezés, hogy ebben a tanévban kötelező minden iskolának saját óvóhellyel rendelkeznie, jobbára ezt a pincébe, alaksorok, városokban alakítják ki, betontömbökkel, homokzsákokkal elzárják az ablakokat, vagy kisebb nyílásokat, és hát ilyenkor ott vannak a gyerekek, és gyakorlatilag az a tapasztalat, az előző tanévben ez volt a tapasztalat, hogy nemhogy egy hét nem telik el égiriadó nélkül, de sokszor naponta kétszer-háromszor megszakad a tanmenet, és a gyerekeknek ilyenkor kötelező érvénnyel le kell vonulniuk az óvóhelyekre. Az is egy általános állapot, hogy csökken, országszerte csökken az iskolás gyerekek száma, nem kivételez alól Kárpátalja természetesen sajnálatos módon. A magyar iskolákban is ez a helyzet, sokan ugye áttelepültek, áttelepülnek. Ez a csökkenés már nem olyan magas tendenciát mutat, mint a háború elején, mert az a tapasztalat, hogy aki már át akart települni, aki el akart menekülni, az azért a háború elmúlt 2,5 éve során megtették, és akik maradtak, azok már kitartanak és igyekeznek a végsőkig itt maradni, akár Kárpátaljáról is beszélünk. És hát a Kárpátaljánál tartunk, meg kell jegyezni azt is, hogy azon iskolások, azon gyerekek helyét, akik az EU-s országok valamelyikébe menekültek, nagyon sok esetben a betelepült, belső menekült gyerekek veszik át a helyi iskolákban, és hát ez is egy általános tendencia Kárpátalján főleg ugye a menekültek magas száma miatt, mintegy 300 000 belső menekült tartózkodhat jelenleg is Kárpátalján becslések szerint. Korábban már volt arról szó itt a napindítóban, hogy lejárt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök mandátuma, és mennyire legitim, hogy ő vezeti továbbra is Ukrajnát. Most a parlamenttel kapcsolatban került terítékre az 5 éves periódus. Ezt hogyan értelmezik Ukrajnában, illetve ennek milyen következményei lehetnek? Igen, amikor 2019-ben Zelenszkijt államfővé választották, akkor ő kiírt egy előrehozott parlamenti választást, ahol a pártja, a Népszolgája hatalmas elsöprő győzelmet aratott, és hát így gyakorlatilag teljes mértékben sikerült teljhatalomra szert tennie, kisajátítania egy kézben a hatalmat. Hát ugye azt tudjuk, hogy Zelenszkij államfő hivatal ideje május 20-án befejeződött, de augusztus 29-ével a parlament 5 éves kadenciája is lejárt. Az alkotmány itt egyértelműbben fogalmaz, mint az államfő esetében, ugyanis kimondja, hogy amennyiben hadiállapot van érvényben, akkor a parlament működése meghosszabbodik addig, amíg a hadiállapot elmúlása után nem írnak ki új választást, és nem alakul meg az új parlament. Az államfő esetében ennél sokkal összetettebb, és sokkal több vitára ad okot az alkotmány rendelkezése. Ugye azt tudjuk, hogy hadiállapot van, csak sokan hozzáteszik, hogy a hadiállapotot ugye legutoljára július 23-án hosszabbította meg az ukrán államfő egészen novemberig. Az az ukrán államfő, akinek a legitimitása május 20-án elviekben lejárt, ugye alkotmányos normakontrollt ezügyben Ukrajnában nem kértek, mindenki úgy van vele, hogy miután a nyugati partnerek jóváhagyólag bólintottak arra, hogy az 5 éves kadencia befejezése ellenére nem baj, ha nem írnak ki Ukrajnában új választást a háborúra való tekintettel, mindenki nyugaton elfogadja Zelenszkijt legitim államfőnek, így Ukrajnában az ellenzéki politikusok sem nagyon teszik ezt már szóvá, annál is inkább, mert aki májusban, mikor lejárt az 5 éves kadencia, ezzel érvelt, ezzel hozakodott elő, azt azonnal orosz barátsággal vádolták meg, és a kollaboráció gyanúját aggatták rá, úgyhogy emiatt most mindenki hallgat és elfogadja ezt a helyzet, hogy választások egyhamar itt ebben az országban még nem lesznek. Dunda György, köszönjük szépen ma is! És hamarosan érkezik hozzánk Szikra Levente, az Alapjogért Központ vezető elemzője. Terítéken tehát a német választások, a tartományi választások. Beszéltünk már róla Nóra egy György biztonságpolitikai szakértővel, de még lehet erről mit mondani, úgyhogy maradjanak velünk továbbra is önök is. Szeptember 1-én 2 egykori NDK-s tartományban, Türingiában és Szászországban tartottak tartományi választásokat Németországban, és az jött ki, hogy az Alternative für Deutschland, tehát az AfD fölényes győzelmet aratott. Hogyha mandátumokat is mondhatok, akkor a szélsőjobboldali AfD 32 mandátummal, ez 10-zel több 2019-hez képest, a kereszténydemokrata CDU 23 mandátummal, ez 2-vel több, mint 2019-ben, és a szociálisan konzervatív szélsőbaloldali populista BSV 15 mandátummal. Ugye így végeztek ezek a pártok. Egyébként ez a BSV párt, ez egy teljesen a semmiből feltörekvő párt, talán több mint 10%-os szavazati többséget tudott nyerezni, úgyhogy hát most erről fogunk beszélgetni Szikra Leventével, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Ugye Meglepő is, nem meglepő is ez az eredmény, ami most Németországban született. Beszélgetünk korábbi választásokról, ami tavaly volt, akkor is hasonlóan rossz visszajelzést kapott gyakorlatilag a kormánypárt, de ugorjunk vissza 2015-re, amikor ugye egy nagyon különleges és rendkívül negatív migrációs politikát mutatott föl Németország. Mondhatjuk azt, hogy ez a mostani tartományi választás az ennek a következménye? Közvetett módon igen, hiszen 2015-ben ugye valóban látványosan megnyitották a német határokat Angela Merkel döntésének köszönhetően. Ugye azért előtte is nagyon sok bevándorló érkezett Németországba, csak előtte nem volt ez ennyire szimbolikus, nem volt ennyire hangsúlyos, és ugye 2015 óta pedig folyamatosan valójában napi szinten ezrek érkeznek Németországba azóta is, és egyre inkább szembesül a német társadalom ennek a káros következményével, hátrányaival, amik egyébként annyira nem meglepőek senki számára, de mégis most azt láthatjuk, hogy sokkal inkább látják ezeket a következményeket. Ugye nemrégben volt Zollingenben egy késes támadás, amit egy olyan bevándorló követett el, akit már egyébként jogerősen kiutasítottak Németországból, de nem hajtották végre ezt a kiutasítási határozatot, tehát továbbra is ott volt, és végül ugye bűncselekményt követett el, és több ember halála szárad a lelkén. Tehát ez is egy újabb nagy vörös felkiáltójel volt a német választók számára, hogy nem feltétlenül halad jó irányba a migrációs politika, és látszik is egyébként, hogy most már azért nem csak az AfD tematizálja ezt a témát, hanem például a BSW is, ami ugye az előbb említésre került, mint új, egyébként szélső baloldali párt, amelyik egy nagyon érdekes vegyítése a kommunista gazdasági politikának, gazdasági elveknek és a bevándorlás ellenességnek, tehát egy nagyon furcsa konstrukcióról van szó, és a CDU is egyre inkább egyébként a migráció korlátozására irányába megy. Ugye Friedrich Merz, a CDU-nak a pártelnöke múlt héten közzétett egy követeléslistát, hogy hogyan kellene szigorítani a bevándorlást. Sőt, a szociáldemokrata államfő is azt mondta, hogy szigorítani kell a bevándorlási politikáján Németországnak. Én viszont még mielőtt föltenem a kérdést, folytatom Eszternek, amit elkezdett. Adatok, a számok mindig beszédesek. Egyszer, hogy a Türingiát néztük, ott elmondta a legfontosabb adatokat, viszont ami még a kormánypártok kudarcát illeti, az pedig az, hogy az SPD mindössze 6 mandátumot, azaz -2, ahhoz mértem, mint korábban volt az előző választáson, szerzett, és ami pedig Szászországot illeti, a CDU, tehát a Kereszténydemokrata Unió 41 mandátumot szerzett most a választáson, az AfD 1 mandátum elmaradva 40-et szerzett, és ott egyébként Sarah Wagenknechtnek a pártja 16 mandátumot szerzett, a szociáldemokraták mindössze 10-et, és ami érdekes, hogy a zöldek azok mandátum tekintetében 7-et szereztek, ez 5-tel kevesebb, mint korábban. Akárhogy nézzük ezeket az adatokat, és akkor nem is beszéltünk még ilyen formában, mert be se jutották a parlamentbe a liberálisok. A liberális, illetve a zöld, illetve a szociáldemokrata 3-as fogatú koalíció, ami a kormányt adja, az tartományi szinten totálisan megbukott. Egyértelműen így van, különböző okokból egyébként, tehát ugye a szociáldemokraták inkább ugye általános kormányzati felelősséget viselnek, ugye a kancellárt adó pártról van szó, a zöldek azok amiatt a politikájuk miatt, ami a német lakosságra erőltetnek különböző ideológiai hátterű erőszakos zöldítési politikákat, és ez nagy elégedetlenséget vált ki, hiszen gazdaságilag is hátrányos, és az embereknek a pénztárcáját is károsan érinti. A liberálisok pedig egyébként azért szerepelnek nagyon gyengén, mert ők hagyományosan egyébként érdekes módon, és ez magyar szemmel kicsit furcsa lehet, de ők hagyományosan a jobboldali pártnak tekintett erő, a német liberális párt, abban az értelemben legalábbis, hogy ők egy iparpárti, gazdasági liberális párt, és nem pedig olyan progresszív liberális párt, amiket mondjuk mi itt Magyarországon ismerünk, és ebből adódóan ők inkább a CDU-val koalícióképesek történelmileg, és mivel most összefogtak olyan baloldali pártokkal, akikkel történelmileg amúgy nem koalícióképesek, a bázisuk jelentős része elpártolt tőlük, tehát különböző okokból, de valóban nagyon gyengén szerepeltek a kormány pártok, és hogyha megnézzük a két tartományi választást, ugye az SPD, a szociáldemokraták örülhetnek, hogy mind a 2 helyre bejutottak, ez az előzetes felmérések alapján nem volt biztos. A zöldek ugye 1-1, az egyikbe bejutottak, másikba nem, és a liberálisok pedig egyikben sem jutottak be, tehát azért nagyon nagy pofont kapott a berlini kormány. Beszéljünk Sarah Wagenknechtnek a BSW nevű pártjáról, ami szerintem egy egészen elképesztő eredmény, hogy a semmiből ők több mint 10%-ot tudtak most bezsebelni, ugye már ami a választóknak, tehát a választók közötti sikert illeti. Minek köszönhető a pártnak ezen sikere, és hogyan lehet az, hogy ez a párt, ami gyakorlatilag tényleg a semmiből jött, egyszer csak ennyire népszerű lett? Ugye Sarah Wagenknecht korábban a Die Linke nevű szélső baloldali pártnak a politikusa volt. Ugye a Die Linke az valójában az utódpártja az egykori NDP MTK állampártnak. Tehát egy valódi kommunista utódpártról beszélünk, és Wagenknecht kilépett ebből a pártból, mert azt gondolja, hogy ez a párt túlzottan, ugye, úgy szoktam mondani, hogy a kaviár baloldali pártá vált, tehát inkább ilyen migrációpárti, progresszív üzeneteket közvetít, és nem az egyszerű embereknek, illetve a munkás osztálynak, hogy ilyen régies kifejezéseket használjak, az érdekeit képviseli. És ugye a BSV támogatói azok részben azok a volt Linke szavazók, akik egyébként korábban a Linke mellett voltak, de látják azért ők is, hogy a Linke már nem igazán őket képviseli. Egyébként részben jöttek egy kicsit az AfD-től is, hiszen a migráció korlátozása az szimpatikus lehet, de ami az egész képet megmutatja, ugye az, hogy mégiscsak Kelet-Németországban vagyunk. Kelet-Németországban hagyományosan erősebbek a radikálisabb pártok, jobb és baloldalon egyaránt, ugye látjuk az AfD jó számait is, a baloldalnak, a szélső baloldalnak a jó számait is. Tehát van egy bázisa ezekben a tartományokban ezeknek a politikai üzeneteknek, amiket Wagenknecht is képvisel. Különösen Türingiában, ahol egyébként az elmúlt 10 évben néhány nap kivétellel Die Linke adta a miniszterelnököt, tehát egy szélső baloldali miniszterelnöke volt Türingiának eddig. Ez most biztosan meg fog változni, hiszen nem fog tudni egy többséget szerezni a mostani miniszterelnök a pártja mögé, de az egyértelmű, hogy Türingiában, amellett, hogy egy viszonylag konzervatív tartományról beszélünk, van egy erős, szabad szemmel jól látható bázisa a szélső baloldali politikának is. A 120 fős, hogyha nézzük, tehát a 120 fős drezdai parlamentet, illetve 88 fős erfurti parlamentet nézzük, akkor az egyiknél tudjuk azt, hogy az AfD Alternatíva Németországért nyert, CDU a második Keresztény Demokrata Unió, ugyanez Pepitában a másik parlament esetében. De hogy hiába van győztes, illetve második helyen az AfD, ez azt jelenti, hogy ezt beszéltük még műsorot, nagy valószínűséggel, ha tetszik, hanem kénytelen lesz ellenzékbe szorulni, mert hogy megvannak azok a potenciális koalíciós partnerek, amelyekkel egyik párt mindenképpen ki akarja szorítani majd az AfD-t. Hogy néz ez ki? Hát ugye, aki figyeli a német politikát, annak ez kevésbé lesz meglepő, hogy az AfD-vel továbbra sem akar egyetlen másik párt sem együttműködni. Itt volt egy ideig néhány találgatás arról, hogy a BSV esetleg, de valójában nyilván nekik sem érdekük ez hosszú távon. És azért egyértelmű, hogy hiába szerepelt jól az AfD, senki nem fog velük összefogni. Hogyha megnézzük valóban a mandátumokat, összeadnánk a CDU és az AfD mandátumait, akkor stabil kormánytöbbség jön neki egy ilyen jobboldali, jobbközép szövetség számára, de ez a CDU részéről kizártnak tekinthető, és be is jelentették ismét sokatszorra, hogy ezt nem fogják megtenni, tehát innentől fogva egy nagyon színes szivárványkoalíciós megoldások jöhetnek csak szóba mind a két helyen. Szászország az egyszerűbb eset, ott azért könnyebb mondjuk például potenciálisan egy olyan koalíciót összehozni, amelyben a CDU a szociáldemokratákkal és a BSV-vel, tehát ezzel az új szélső baloldali párttal működik együtt. Türingiában még nehezebb a helyzet, hiszen ott az AfD-t, hogyha kivesszük a képletből, akkor minden más pártnak össze kell fognia, aki még a parlamentben van, ahhoz, hogy többség tudjanak alkotni. Ez azt jelenti, hogy a Die Linke-től a BSV-n és a szociáldemokratákon át a CDU-i kereszténydemokratákig terjedő szövetségre lesz szükség. Hogy ez pontosan milyen formában, az még kérdéses, lehet, hogy úgy, hogy lesz egy kisebbségi kormány, amit mondjuk a Die Linke kívülről támogat, mert ugye a CDU-nak nem csak az AfD, hanem a Die Linke irányába is van egy ilyen, úgy mondják, hogy kizárási határozata, tehát ami arról szól, hogy velük nem hajlandók formális koalíciót kötni. Viszont az elmúlt években Türingiában már együttműködtek informálisan, mégpedig úgy, hogy a Die Linke vezette kormányt, ugye mondtam, hogy Die Linke és miniszterelnöke volt Türingiának, a CDU kívülről támogatta, tehát nem volt része formálisan a koalíciónak, de nélkülük nem lett volna többség. És most úgy gondolom, hogy fordított esetet fogunk látni, tehát lesz egy CDU-s miniszterelnöke valószínűleg Türingiának, hiszen ők a legnagyobb olyan párt, akiket hajlandóak bevenni a kormánypártok közé, és valószínűleg a Linkének a külső támogatására is rá lesz utalva ez a kormány, hiszen anélkül nem lesz meg a többség. Tehát Türingia az a kormányozhatatlanság szélén van, Szászországban kicsit egyszerűbb a helyzet. Mi lehet jövőre? Ugye a 2025-ös évben, amikor is választások lesznek Németországban, mire számíthat Olaf Scholz? Megmondható, megjósolható ez mondjuk a mostani tartományi választások tükrében, vagy ez azért nagyon-nagyon korai időpont arra, hogy bármilyen jóslásokba bocsátkozzunk? Lehet beszélni, és kell is beszélni a jövő szeptemberi Bundestag választásokról a mai eredmények kapcsán, hiszen ugye egyrésztről azt írja a német sajtó, hogy Friedrich Merz, a CDU elnökének a kancellár jelöltsége most kapott egy erős talapzatot, hiszen a CDU mégis mégiscsak jól szerepelt, egyik miniszterelnöki tisztségét meg tudta őrizni, egy másikat valószínűleg szerez, tehát Friedrich Merz várható, mint CDU-s kancellárjelölt. Olaf Scholznak a helyzete viszont megkérdőjeleződött, mint szociáldemokrata kancellárjelölt, tehát kérdéses, hogy őt újraindítják-e, mint listavezető a következő választásokon, és nyilvánvalóan ez azért nagyon fontos lesz, hogy kit jelölnek a pártok kancellárnak, különösen a két nagy párt, akiknek esélyük is van kancellárt adni, illetve hát nyilván azt is láthatjuk, hogy azért a kormánynak a következő egy éve, amíg még végig kell levickelniük, az azért egy nagyon nehéz időszak lesz. Valószínűleg kitartanak egymás mellett, és ennek egyetlen oka van az, hogy mindenkinek öngyilkosság lenne, hogyha most előrehozott választásokat tartanának. Tehát a túlélés érdekében a szövetségi kormány Berlinben valószínűleg együtt fog maradni, de még nehezebb lesz köztük a viszony. Eddig sem voltak különösebben jóban, én azt gondolom, hogy még több gépzajt fogunk hallani a berlini kormány működéséből, és a CDU feni a késeit, hogy átvegye a kancellári tisztséget jövőre. A mostani két tartományban tartott választás eredményének tükrében mennyit fog változni mondjuk, és elsősorban a külpolitika érdekel bennünket, mert annak vagyunk mi is ilyen formán az a leginkább szövetségben Németország, és hatása az gyakorol ránk a leginkább, illetve az orosz-ukrán háborúra. Mennyire fog Berlinnek változni most mondjuk a külpolitikája ezután a két tartományi választás után, mert valami változásnak elvileg kell, hogy legyen? Kellene akár, lehet, hogy kellene, de azt hiszem, hogy nem lesz. Egyébként azért érdekes, hogy a külpolitika szóba került, és ez valóban fontos is, mert a BSV, tehát Wagenknechtnek a pártja, külpolitikai feltételeket szab jelenleg, most még ugye korai a tárgyalások szakasza, de mégis a tartományi szintű koalícióhoz. Tehát azt várja a BSV a CDU-tól, hogy külpolitikai értelemben változtasson az álláspontján, hogy a CDU támogatja a fegyverszállításokat, alapvetően egy háborúpárti politikát képvisel, és a BSV azt várja a CDU-tól, hogy azért, hogy támogassa őket tartományi szinten, ahol nekem úgy semmi köze a külpolitikához, megváltoztassa ezt az álláspontját. Ez csak egy mellékszál. A szövetségi kormány politikájában én nem várok semmilyen változást. Egyrészt azért nem, mert ott van az a külső nemzetközi és sajtónyomás a kormányon, ami eddig is ott volt, és eddig is ebbe az irányba tolta őket. Másrésztől pedig semmilyen más kényszerítő körülményt nem látunk. Az ellenzék vezető ereje, a CDU igazából inkább onnan kritizálja a kormánypártokat, hogy nem elég ukrán barátok, nem szállítanak elég fegyvert, stb. Tehát hogy az ellenzék irányából sincs érdemi kényszerítő erő, mert azok az erők, akik másik irányú megközelítést képviselnek, ugye az AfD és a BSV, ezek az erők valójában szövetségi szinten nem releváns erők, nem fognak kormányra kerülni, valószínűleg, ki tudja, persze mi lesz még egy évig, de valószínűleg nem fognak, tehát ebből adódóan nincsen belső politikai kényszer sem arra, hogy megváltoztassák a politikájukat, hiába kaptak most nagy pofont. Meglátjuk, hogy mi lesz jövőre. Szikra Leventének nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Folytatjuk műsorunkat, ugye ma hivatalosan is elkezdődött a 2024-25-ös tanév, erről is lesz szó, de minden más érdekes színes témákkal is készültünk, úgyhogy érdemes továbbra is minket nézni.